Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Hölgyeim és uraim, felkészültek? Ránk hangolódtak? Akkor neki kezdünk. Az Echo TV budapesti stúdiójából jelentkezik a higgadt, mérsékelt és megfontolt házigazda, Bálint Zsolt. Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket odahaza a képernyők előtt, és itt a stúdióban is. Mindjárt az elején tisztáznunk kell, január 9-e van, mikor ezt az adást rögzítjük. Ellenben, amikor önök látni fogják, durván két hét múlva, akkor én már elég messze leszek Ausztráliában. Ezt azért fontos tisztázni, mert hogyha időközben történik idehaza valami nagyon fontos, és én mégsem foglalkozom vele, az ennek tudható be. Viszont mára is sok dolgunk van, úgyhogy vágjunk bele. Azt terveztem a mai napra, hogy a gazdaságtól el fogunk jutni egészen a kultúráig, és azt is terveztem, hogy a gazdasági részt rövidre fogom, mert az többnyire unalmas, a kultúra pedig izgalmasabb. Viszont muszáj egy kicsit foglalkoznunk a gazdasággal, mert nem tudok mostanában elmenni amellett, és gondolom ezt önök is már többször hallották. Évek óta azt halljuk az ellenzékünktől, hogy Magyarország gyakorlatilag 5-6 perc múlva összeomlik és csődbe megy. A gazdaság nem működik, mindjárt összeomlás lesz, és 4 millió ember nyomorog ebben az országban. 4 millióan élünk a létminimum alatt, éhezünk, fázunk, és át van lőve az oldalunk. Legutóbb a HVG-ben néhány nappal ezelőtt egy Spiró György nevű magyar író adott egy hosszú interjút, és ő fejtegette többek között, hogy 4 millióan éheznek és fáznak az országban, és hogy milyen szörnyű, hogy ennek ellenére még nincsen forradalom. Fordulok először önökhöz itt a stúdióban. Ha 4 millióan nyomorognak az országban, tisztelt hölgyek, urak, ez azt jelenti, mivel 9,5 millióan maradtunk már csak Magyarországon, és durván 5-600 ezer honfitársunk tartósan külföldön dolgozik, és még levonjuk az aggasztyánokat meg a csecsemőket, akik nem nagyon járnak az utcán, durván marad 8 millió ember. Ha 4 millióan nyomorognak, az azt jelenti, hogy önök közül most itt a stúdióban minden második széken ülő létminimum alatt él, fázik, éhezik és nyomorog. Tegye fel a kezét, aki fázik, éhezik és nyomorog. Nincs, akkor vagy mi válogattuk rosszul a vendégeket, nem reprezentatív minta szerint lettek idehívva, vagy hülyeségeket beszél a mi ellenzékünk. És azért élek a gyanúperrel, hogy a mi ellenzékünk hülyeségeket beszél, mert miközben ismétlem. A HVG-ben kifejti mondjuk egy Spiró, hogy 4 millióan éheznek és nyomorognak, ugyanabban a HVG-ben az egyik ilyen sztár liberális közgazdásszal, bizonyos Zsidai Viktorral is közölnek egy interjút, amelyben Zsidai úr a következőket mondja. Kérdezi a hvg.hu. Ki lehet mondani, hogy jobban élünk, mint 4 éve? Zsidai Viktor. Egyértelműen. A lakosság nagyobb része jobban él, mint 4 éve. Szép lassan a devizahitelek is elmorzsolódnak, a bérek több szektorban jelentősen nőnek. Egy barátom mondta, hogy ha 10%-kal nőnek a reálbérek, egy kormányzatnak nagyon bénának kell lennie, hogy elbukja a választást. hvg.hu. Nem is úgy áll most a széna. Zsidai Viktor. Nem ám. A kormány csodálatos helyzetben van. Jön az uniós pénz, a bérnövekedés miatt nő a fogyasztás, ez élénkíti a gazdaságot, tehát a világon semmit nem kell csinálniuk. Ezt írja a HVG.
drága véreim, miközben ugyan itt 4 millió nyomorgóról értekeznek. És egyébként joggal mondja a liberális sztár közgazdász, hogy nagy bajban vannak, mert hogy 10%-os reálbér növekedés esetén nehéz lesz elveszteni a választást, de azért azt se felejtsük el, hogy 8 éve hallgatjuk, minden év, minden hónapjában elmondták eddig, hát hogy most szerencséje volt az Orbán kormánynak, meg az unortodox gazdaságpolitikának, most véletlenül nem omlottunk össze, na de majd jövőre. 8 éve, jövőre mindig összeomlunk. Most elkövetkezett az újabb választás, és még mindig nem omlottunk össze. És azt se felejtse el senki, mellesleg, hogy honnan indultunk 2010-ben. Hogy nézett ki ez az ország. És miközben az ő közgazdászaik elismerik, hogy elképesztő bérnövekedés van, eközben a banki alapkamat gyakorlatilag nulla, az infláció nulla, és itt toporgunk a teljes foglalkoztatottság küszöbén. Emlékeznek, mikor a miniszterelnök azt mondta 8 éve, hogy az a cél, hogy teljes foglalkoztatottság legyen az országban? Körberöhögték, köpködték, agyalágyultnak, idiótának, Sztálinnak, kommunistának becézgették, mert hogy ilyet csak kommunizmusban lehet kijelenteni. De ehhez képest most itt tartunk, sőt, munkaerő hiány van Magyarországon. Miközben ismétlem nincs infláció, és nulla a banki kamat. Én megértem, tényleg nehéz lesz így választást nyerniük. Valószínűleg ezért álmodoznak arról, lásd Konrád György, hogy majd akkor inkább agyonlövik a magyar miniszterelnököt, mint Nyikolaj Ceauşescut. Ez volt a legutolsó mondandója ennek az idióta kreténnek. Én nagyjából itt a magam részéről le is fogom zárni a gazdasági részt, de ha már egyszer fordulunk a választási kampányra, akkor engedjék meg nekem képernyők előtt is, meg a stúdióban is, hogy adásról adásra egy ilyen kis rövid részlettel előrukkoljak, hogy mindenki számára világos legyen, hogy mik a tények. És akkor ezek után evezzünk a kultúra világába, ami egyrészt érdekesebb, izgalmasabb, szebb, jobb, ugyanakkor sajnos ez a mai adás csupa szörnyűségről fog szólni, a kultúra világából. Mert csak olyan híreim vannak, amelyek mind-mind azt fogják alátámasztani, hogy a kultúrának legalábbis abban az értelemben, ahogy mi a kultúráról gondolkodunk, annak az értelemben szép lassan vége van. A nyugati civilizációban a mi általunk preferált és szeretett kultúra a végét járja. Nézzük a híreket. 888.hu írta meg ezzel a címmel ezt a hírt, ha nem vigyázunk, Zeus után Szent István is fekete lesz. És miért írták ezt meg? Idézet a cikkből, a szerdai nap talán legdöbbenetesebb híre, hogy a BBC és a Netflix új közös sorozatában a Trója egy város bukása című műben Zeust, Plutarkost és Achilleust fekete színészek alakítják. Sőt, a folytatásban Éneász is fekete lesz. Na most a görögök örjöngenek. Sikítófrászt kaptak, habzik a szájuk, elmondják, hogy azért mégiscsak kikérik maguknak, hogy az egész históriájukból és mitológiájukból közröhelyt csináljanak. Mellesleg ugye mégiscsak magyar történelem szakos tanárbácsi volnék eredetileg. Tudják, Homérosz azt írja, az egyik állandó jelzője például Achilleusnak, hogy aranyhajú Achilleus. Jól fog kinézni egy kis bongyor fekete néger, mint aranyhajú Achilleus. És ráadásul, tehát nem értem, mert ugye nyilván, egyrészt értem, ez akar lenni a politikai korrektség, hogy mostantól majd négerek játsszák a nagy fehér hősöket, mert hogy ők is lehetnek nagy fehér hősök. Na de mi értelme van ennek? Miért kell a politikai korrektség jegyében közröhelyt és elmebajt fabrikálni az ég egyadt a világon mindenből? És egyébként akkor hol fog ez megállni? Tehát ha mondjuk én
10 év múlva Barack Obamáról szeretnék majd csinálni egy filmet, és a politikai korrektség jegyében Barack Obama szerepét egy kis vágott szemű kínaira fogom bízni, vagy egy borsodi fiatal cigány gyerekre, akkor mit fognak mondani? De uram, bocsá, egy egyszerű fehér magyar színészre, hogy játssza el nekem ő Barack Obamát, mert hogy ne legyünk már rasszisták. Akkor persze hisztizni fognak, hogy én a nagy fekete elnököt egy kínaival akarom eljátszatni, vagy egy fehérrel. De fordítva tényleg azt gondolják, hogy belefér. És hogy mennyire ezt gondolják, hogy minden belefér, Lewis Hamilton, megvan, Forma 1-es autóversenyző. Méghozzá nem is akármilyen, világbajnok is volt már nem egyszer. Szerencsétlen Lewis Hamilton karácsonykor, hát hogy is mondjam, csak egy ilyen kétségbeesett szöveget posztolt a Twitteren, ha jól emlékszem, ugyanis a karácsonyi családi összejövetelen rémülten tapasztalta, hogy a kicsi unokaöccse az királykisasszonynak öltözve valami királykisasszonyi pálcával játszik a karácsonyfa körül. És akkor azt posztolta, hogy miért visel hercegnős ruhát, ezt az ajándékot kaptad karácsonyra? Miért kértél hercegnős ruhát karácsonyra? A fiúk nem hordanak hercegnős ruhákat, írta ki Hamilton. Elszabadult a pokol. Befutott a komplett LMBTQ kivégző osztag, és nekiestek Lewis Hamiltonnak ilyen módokon, egy Liza Kelly nevű transznemű LMBTQ aktivista ezt írta neki. Lewis Hamilton, szégyeld magad! Az unokaöcsédet sem te, sem pedig senki más nem alázhatja meg a nyilvánosság előtt. Liam Hackett, egy megfélemlítések ellen létrehozott jótékonysági szervezet alapítója ezt írta a világbajnoknak. Nagyon sajnálatos, hogy egy világszerte híres személy arra használja a közösségi médiát, hogy ilyen sok ember előtt nyilvánosan szégyenít meg egy kisgyereket. És az volt az egésznek a kicsengés és a rezüméje, ahogy ezt a régi viccben mondogattuk már 10 éve, csak nem hittük, hogy ez egyszer valóság lesz. Ugye emlékeznek a régi viccre, mikor a SZDSZ-es tologatja a kis csecsemőjét a Szent István parkban, és egy nagymama korú hölgy oda megy, és azt mondja, Istenem, de gyönyörű kisbaba, kisfiú vagy kislány? Nem tudom, majd ha felnő, eldönti, válaszolja az SZDSZ-et. Ezeken mi jókat röhögtünk 10-15 éve, hát ez lett a rögvalóság. És az pedig ma már nem is, ez is viccnek indult, de szintén rögvalóság lett, lásd Lewis Hamilton kis unoka öccsét, ugye azt is hallották már biztos, az óvónéni kérdezi, hogy Pistike, te buzi vagy? Nem, csak hejcegnő. Na hát, elérkezett a pillanat, kérem szépen. Lewis Hamilton kisöccse, vagy kis unokaöccse, nincs vele semmi baj, csak hejcegnő, és majd még el fogja dönteni, hogy mi lesz belőle. És hogy ezzel azért szoros összefüggésben, és ne álljunk meg félúton, nézzük a következő hírt, ami fölöttébb érdekes és elgondolkoztató. Sorra olyan emberek, akik részt vettek a Facebook kidolgozásában, megalapításában, nagyjátételében, sorra nyilatkoznak meg, és mind-mind elborzadva azt mondja, hogy a Facebook, amit létrehoztak, az a borzalom és az Armageddon maga. Képzeljék el, hogy egy egyébként indiai származású, úgyhogy kicsit nehezen fogom kimondani a nevét, Chamath Palihapitiya, ő nem volt más, mint a Facebook növekedésért felelős divíziójának az alelnöke. Azt nyilatkozta minap, hogy a közösségi oldalak és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások teljesen szétszakítják a társadalmat. Azt javasolta, hogy mindenki tartson egy kemény elvonó kúrát, mert a közösségi médiában töltött időnk gyakorlatilag rövid távú, dopamin vezérelt visszacsatolásokra épül.
az életünket az így észlelt tökéletesség köré építjük, mert instant jutalmat kapunk érte, szívecske, like és egyetértés formájában. Ezt értékként kezeljük, majd összemossuk az igazsággal, pedig ez csak hamis, talmi népszerűség, ami rövid ideig tart, és utána üresebb leszel, mint előtte voltál. Mondja ezt a Facebook egyik létrehozója és felfejlesztője. És egy másik Facebook atya, egy bizonyos Sean Parker, aki az első elnöke volt a Facebooknak, nemrég azt nyilatkozta, hogy nagyon megbánta, hogy szerepet vállalt a Facebook történetében. Isten tudja, mit csinál ez a gyerekeink agyával, nyilatkozta nevezett úr egy hírpoltárnak. Nem nehéz belátni és végig gondolni, hogy hát ha valakik tudják, hogy mit műveltek, azok nyilván ezek az emberek, akik létrehozták. És visszakanyarodva Lewis Hamilton kisunoka öccsére és erre az egész virtuális világra, amiben egy egész generáció idestova leéli az életét, igen, ebben tényleg az a szörnyű, hogy valamit kiírnak, eleve nyilván olyan csoportban vannak, olyan emberekkel veszik magukat körbe a virtuális térben, akik hozzájuk hasonlóak és hasonlóképpen gondolkodnak. És akkor egymás között megosztanak dolgokat, azt mindenkinek tetszik, mindenki lájkolja, meg szívecskéket küld, és akkor elhiszik, hogy tényleg egy tökéletes világban élnek. Ez az egyik borzalma ennek. A másik, hogy van ennek egy ilyen terror jellege, hogy muszáj megfelelned. És feltételezem, hogy amikor egy 4-5 éves gyerek a Facebookon lát fiúként mondjuk hercegnőnek öltözött másik kisfiúkat, és azokat mindenki lájkolja, akkor ő is hirtelen azt fogja gondolni, neki is hercegnőnek kell öltözni. És aztán Isten tudja, hogy mi lesz ennek a vége. És a külső világ, a való világ, az semmivel sem könnyebbíti meg ezeknek a szerencsétlen gyerekeknek az életét. Nézzük csak a következő hírt. El fognak ájulni. Franciaországban vagyunk, hol máshol lennénk, és egy regionális francia újság számolt be arról, hogy Langon városában 83 általános iskolást elvittek a francia fordításban a Karácsony csillaga című amerikai animációs film vetítésére. A film egy hollywoodi sikerfilm, Golden Globe-ra is jelölték Mariah Carey betétdalát. Akik látták, azt mondják, egy kedves és tanulságos példázat, és egyetlen normális ember érzékenységét sem sérti. Nem úgy a langoni tanárokét. Akik úgy érezték, hogy a film támadás a világiasság ellen, így a film közepén, amikor felfogták, hogy a sok kedves állat egy Jézus történet keretét adja, felgyújtották a villanyt a moziteremben, leállították a vetítést, és kirángatták a gyerekeket a moziból. Történik mindez karácsony előtt, amikor is egy ilyen hollywoodi történetbe csomagolva, nyilván kis Jézus, születés, jászol, kisállasat, kivitték a gyerekeket. Mert azt gondolták, ezek a barom állatok, hogy egy kisgyerekre veszélyes, hogyha vallásos témájú gyerekfilmmel, amiben csak, még ez nincs is kimondva, csak nagyon áttételesen szerepel benne a Jézus születésének története, ez felháborító, és ezt nem engedhetik meg. Na, itt tart ma a nyugati civilizáció, és ennek talán a betetőződése, a romlás folyamatának az a következő hír, amit háromszor olvastam el, míg végre elhittem. Az Egyesült Államokban, egész pontosan New Yorkban egy fekete feminista nő mozgalmat indított azért, hogy az emberek ne olvassanak fehér, heteroszexuális, férfi szerzők által írt műveket, mert a könyvpiac, a könyvtárak és az egész
irodalom az rasszista és szexista, mert tele van fehér, heteroszexuális férfi szerzők műveivel. Emberek. Nem én találom ki ezt most. És Amerikában ezrek írják alá a petíciót, és a mozgalom terebélyesedik. Tehát Szofoklész, Homérosz, Goethe, Thomas Mann, Jöjjünk haza, Arany János, Szerb Antal, Petőfi, Adi, ezeket ki kell iktatni, ne olvassuk őket, mert ezek heteroszexuális, fehér férfiak voltak. Magyarán, akkor próbálom kitalálni, tehát akkor fekete, leszbikus, női szerzőket kell olvasni, feltételezem. Rövid lesz az olvasási idő. Marha rövid, tehát hamar el lesz intézve az új típusú világirodalom. De hogyha egyébként fekete, buzi férfiak műveit kell olvasni, az is rém röviddé fog válni. Tehát gyakorlatilag eljön a szép új világ, amire vágynak, egy hét alatt el lehet majd olvasni a komplet világirodalmat. Hiszen csak Szofokléztől Thomas Mannig kell kiiktatni belőle mindenkit. És ami marad, hát az meg marad. Mondjuk egy Ellen Ginsberg lehet, hogy maradhat. Igaz ugyan, hogy fehér, de egyéb kritériumoknak megfelel, például homokos volt, és bár voltak jó művei, az Üvöltés, vagy a Leples bitang, amit Hobó is megénekelt, csontjaimon csupasz hús, ha tüzes a polló sarkantyúz, ha még emlékeznek erre. De hát öregkorában szegény furcsa dolgokat írt. Na mindegy, ami a lényeg az egészben, hogy talán önök is érzik, hogy amikor azt mondtam, hogy a kultúra kapcsán csak és kizárólag rémséges és hátborzongató híreket fogok önöknek közvetíteni, hát erre gondoltam, hogy a nyugati civilizációnak valamilyen módon, minthogyha vége lenne. És így a végére a vesszőparipámat és a mániámat hagy ismételjem meg. Volt egy világ az én gyerekkoromban, amikor Zsurzsi Éva film sorozatait néztük, meg Abigélt, meg Feketevárost, meg Latabár Kálmárra, meg Kabos Gyulára röhögtünk a tévé előtt. Na most, hogyha a rendszerváltás azért volt, hogy ezek helyett Győzike show legyen, meg valóságshow, akkor nem tudnám megmondani, hogy mi a búbánatos francnak váltottunk mi rendszert. Ezért kár is volt, meg fölösleges is. Ennyi volt az első rész. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Messzire ne menjenek, mert rövid szünet után Dörner Györggyel fogom folytatni. Folytatjuk a műsort, vendégem a stúdióban Dörner György színész, az új színház igazgatója. Szerbusz, tisztelettel köszöntelek. Az első részben, nem tudom ezt jobban megfogalmazni, a kultúrát próbáltam körüljárni, bizonyos szempontok szerint, és ezek a szempontok meglehetősen tragikusak voltak. Úgy is fogalmazhatok, hogy a kultúra végromlására hoztam példákat az első részben. Olyasmiket, Gyuri, hogy Amerikában mozgalmat indítanak, hogy ne olvassanak fehér heteroszexuális férfi szerzőktől műveket, mert az rasszizmus, hanem olvassanak inkább, nem tudom, fekete, más identitás. Norvég néger szerzőktől műveket. Igaz, hogy nincs, de azt legalább egyszerű elolvasni. És még számos ilyen példát hoztam, persze
nevetséges is, meg lehet is viccelődni, de neked nincs időnként olyan érzésed, ami nekem van, hogy mi vagyunk itten az utolsó bölénycsorda. Itt még legelészünk a maradék kis kultúránk legelőin, aztán majd szépen el fogunk menni az örök vadászmezőkön, és megszűnik velünk az a jogfolytonosság, ami jószerével hát 1000 éves, vagy ha úgy tetszik, 2000 éves, mert a római birodalom és a római jog az mégiscsak az európai civilizáció és kultúra egyik alapja. Ez a jogfolytonosság megszűnik, mert az utánunk jövő generáció ezt már nem fogja továbbvinni. Hát nyilvánvaló, hogy az elődeinknek is volt ilyen érzése. És valószínű minden generációnak, új generációnak, egy öregedő, kimenő generációnak is volt ilyen érzése. Ebben a tekintetben nyilván mi sem vagyunk mások. De valószínű nem tudjuk ezt a történelemnek, ezt a mesdjéjét objektívan nézni, hiszen éljük. Mi ezt éljük és szenvedjük természetesen, mert ez, amit elmondtál ezzel a agyrémmel kapcsolatban, ez bizony szenvedés, és hát tennünk kell, hogy ez ne történjen meg. Egyébként a kultúra önmagában, én úgy gondolom, hogy az mindent túlél, a környezete nem fogja túlélni a kultúrát, talán megmarad, hát hiszen a kultúrába beletartoznak olyan tárgyak, amik nem szerves eredetűek, és azok többnyire tovább fönnmaradnak. Aztán, hát lehet, hogy nem tudom én, egy másik galaxisból idejön majd egy űrhajó, és akkor kiszállnak belőle a tanítványok, vagy az egyetemisták, és a tanár magyarázza egy földből kilógó tárgyra, hogy ez egy régi Franciaországból itt maradt torony teteje, ez pedig egy, nem tudom én, egy ablakmaradvány, amit fura módon román kornak hívtak, és de azok megmaradnak. Azért nem ártana, hogyha a szellemiség, a lelkület és az a fajta szeretet és egymás iránti aggódás is megmaradna, ami azért elég hosszan az európai kultúrát jellemezte. Én látok rá azért esélyt, minden ellenkező jel ellenére is. Bár most éppen egy Herczeg Ferenc darabot próbálunk a színházba, és nem feltétlenül rózsás a végkimenetele, a Bizáncot, amit igen rég vágyok én már látni magyar színpadon. Hát most lehetőleg egy jó minőségben meg is fogom nézni, amikor bemutatója lesz. A Bizánc halála gyakorlatilag az, hát ugye a keleti kereszténység halálát jelenti, de azért azt tudjuk, hogy hogy Bizánc azért még őrizte a nagy Konstantin nevét, Konstantinápolyt, de ma már még azt sem őrzi, mert hogy Isztambulnak hívják. Hát nem tudom, hogy mi meg fogjuk-e érni azt a, felgyorsul-e annyira az életünk, hogy megéljünk ilyen változásokat, mint Bizánc változása, de a paralel az mindenféleképpen érvényes, tehát igenis Európa Bizánc helyzetében van ebben a pillanatban, és azt hiszem nem nagyon lövünk mellé, hogyha párhuzamot állítunk Bizánc bukása és Európa bukása felé haladó út között. Tudom, hogy te is mániákus utazó vagy, mint jó magam, és azt is tudom, hogy neked is az egyik kedvenced, maradjunk Európában, Olaszország, és ezen belül is mondjuk Toszkána. Te is szeretsz oda járni, te is szereted a toszkán olívaolajat és a toszkán vörösbort, magam is. Az a kérdésem, hogy arra járván viszonylag gyakran, nem érzed néha ott is a romlást? Vagy ott még megvannak a szigetek? Érzem-e a romlást, a válaszom, de igen, érzem, és nem kell Toszkánáig menni, már Észak-Olaszországban is erőteljesen lehet érezni, jelesül Velencében. Én elég régóta szinte évente, de van úgy, hogy évente többször is elmegyek Velencébe, a Karnevára egy ideig eszeveszettel rohantam, mert volt egy alászállás a velencei Karnevál történetében,
amikor úgy negligálták, és aztán egy jó 10-20 éve újra elkezdődött ez a karneválozási kedv, és én akkor rendszeresen mentem, mert nagyon élveztem azt a hangulatot. Én szeretem a poshat, sós visszagát, és Velence az ilyen. Én is. Van benne valami nagyon kedves, esendő, nem mondom, hogy dekadens, mert az általában rosszat jelent, meg valaminek a végét jelenti. Nem, ebben van egy nagyon életszerű és életigellő poshadás. Szerb Antal azt írja az Utas és Holdvilágban, hogy Velence dekadens város, ami az idők végezetéig fog haldokolni. Adja Isten, hogy így legyen, és mi is járjunk el még a haldokló Velencében néhány száz évig, ha tehetjük. Ott vettem észre, hogy a olaszt kiszorítja a nem olasz. Tehát az, amikor itt a kínai étterem Magyarországon kuriózum volt, az Velencében is az volt. És amikor itt elkezdődött a, most nem tudok már jobb példát mondani, de kínai étterem, az, ami kézzel fogható, azt hiszem mindenkinek. Olaszországban is kínai éttermek kezdtek nyílni, és úgy folyamatosan vették át a külföldiek az olasz életirányítását. Most ilyen triviális dolgok, mint például a közvécék, azok ukrán kézben vannak, a bőrgyártás az, hát nem is tudom, kínai, távol-keleti, afrikai, arab kézben van, és ez már Velencére egy elég jelentős változást hozott. Tehát én nem tudok már bemenni egy cipőboltba, bőrboltba, táskaboltba, hogy hercigeskedjek az olasz tulajdonossal, mert az mindig jól esik. Az ember néhány szót tud olaszul, és akkor úgy tesz, mintha nagyon tudna, és ezt viszonozza a tulajdonos, mert látja, nagyon szépen átlát ő rajtam, de úgy tesz, mintha én remekül beszélnék olaszul. És ha nem is veszek semmit, van egy olyan 10 perc, negyedórás olyan kedves élményem, hogy boldog vagyok tőle. Ez sajnos Velencében kiveszőben van. És hát, ha délebre megyünk Olaszországba, talán ez, hát Toszkánában talán nem annyira, de minél délebre, és most, ha egész délen vagyunk Szicíliában mondjuk, ami hát ugye nem tudom, de a világ egyik közepe. Tehát az csoda. Szicília, az egy, hát ez egy paradicsomi sziget. Volt. Rég voltam, az a rég az 4-5 évet jelent, és visszatart az emberáradat, ami Afrika felől özönlik be Szicíliába, és nem szívesen találkozok olyan élménnyel, mint például ez a velencei élmény, mert nekem van egy olyan alapvető jó érzésem Olaszországgal kapcsolatban, hogy nem szeretnék, ezt nem szeretném elrontani, szóval nem szeretném megkeseríteni a régi szép élményeket, de azért nem fogom kibírni, és bizony el fogok menni Taorminába, Catániába, ahol egy nagyszerű bábcsoport működik, a Fratelli Napoli, akik marionett színházat művelnek, és többnyire szakrális történeteket adnak elő fantasztikus, hagyományos, archaikus módon, és már kétszer meg is hívtam őket a Keresztény Színházi Fesztiválra. Hazatérvén a színházba, és értelemszerűen akkor a saját színházadba. És persze éppen a jelen viszony miatt te színész vagy, és egy színházat igazgatsz. Éppen ezért a kérdés önmagában is ostobaságnak tűnhet, akkor is föl kell tegyem. Mondtad, hogy Velencébe volt egy időszak, amikor ez a csodálatos, megmagyarázhatatlan európai valami, hogy bemegyek valahogy, és úgy teszünk mindketten, mintha, és ez nekünk jól esik. Nincs néha olyan érzésed, hogy a színház is olyanná lett, hogy úgy teszünk, mintha még fontos lenne, és betöltené azt a funkcióját, amit betöltött, hát akár évszázadokon keresztül, már rég nem tölti be, de a közönség, az a maradék közönség, aki még elkötelezetten színházba jár, az is úgy tesz, mintha fontos lenne, a színészek is úgy tesznek, mintha fontos lenne, az igazgató is úgy tesz, a darab rendezője is úgy tesz, miközben ez az egész dolog az étoszát már elveszítette. Kérdezem ezt úgy, hogy mondjuk két előadást
ide citálok az Új Színházból, ami nekem meghatározó élmény volt, a Gyertyák Csonkigéknek még szegény Helyei Lacival, és a Funtinelli Boszorkány, és egy pillanatig nem volt olyan érzésem, hogy úgy teszünk, én a nézőtéren és ti a színpadon, de a kérdés szerintem akkor is a levegőben van. Ez teljesen jogos a kérdés feltétel, és ezt a színházi emberek, színészek, igazgatók, színházi vezetők, rendezők sem, mindenki tudja, hogy bizony, azt kell, hogy jelentőségét vesztette a színház, ez így van, de ezt nem vallhatjuk be, és nem is valljuk be, mert hát nagyon rossz ezt bevallani, és minden nappal, minden egyes percünkkel és színpadon töltött időnkkel azon vagyunk, hogy ez ne így legyen. És azt hiszem, teljes joggal tesszük azt, hogy ezt noha tudjuk, de nem vagyunk hajlandók elfogadni. Sajnos azt a kort éljük, ami volt régen az utánjátszó mozik időszaka itt a kommunista érában, akkor voltak ilyen outsider mozik itt a környéken is. Van éppen egy, vagy volt éppen egy, ahova én gyerekkoromban sokat jártam. Utánjátszó mozi az nem premierben mutatta be a friss filmeket, hanem jóval később, viszont jóval olcsóbbak voltak a jegyek. És már nem volt tömeg. És nem volt tömeg. Most valahogy egy ideje azt érzem, hogy a színházak is ilyen utánjátszó színházakká kezdenek válni. Levetett Broadway sikereket, levetett West End londoni sikereket, vagy éppen német színház utánzatokat próbálnak elétenni a magyar közönségnek. Nem igazán szeretem én ezt. Ami az utánjátszó mozikban jó volt, az nem jó a színházban. És különösen akkor nem, ha ezzel elfeledkezünk a magyar szerzőkről. Mert nehezebb magyar szerzők, megengedem, nehezebb magyar szerzők műveit eljátszani, aminek esetleg nincs előzménye, tehát nincs példa, nincs megelőző előadás. Hát a Funtinelli Boszorkánynak nincs megelőző előadása. Tehát nem lehet mihez igazodni, ellopni belőle valamit, vagy használni belőle valamit, megengedem, hogy ez nem rossz, ez nem pejoratív dolog. Hát miért ne lehetne egy jó előadásból bizonyos motívumokat felhasználni egy új előadásban is. De ez azért nem telepedhet rá, ez az utánjátszás egy színházi létre. Valószínű, hogy ez abból táplálkozik, hogy elfelejtődött az európai színjátszás alapvetése, ami nem más, mint a szakralitás, hát ez a misztériumjáték. És megint csak magamat ismétlem, hogy bizony a felső világ harcol az ördöggel, az alsó világgal, a középen lévő ember lelkéért. És minden valamire való művészi produktumnak ez az alapja, hogy az, aki középen van, váljon jóvá, és legyen egy konfliktus felső világ és alsó világ közt, amit az ember él át, mert hát ő van azon a helyen, hogy játszik vele a mennyi és a pokol. És ennek rengeteg mesdjéje van, és a legbanálisabb történet is tud szakrális lenni. Legyen az egy egyszerű szerelmi háromszög történet, ha abból olyan tanulság szűrődik le, vagy olyan tanulságot mutatunk a nézőnek, amiből ő tanul, és jobbá válik, akkor megérkeztünk a szakralitáshoz. Ezt hiányolom én a jelenlegi színházi életből. Örök példám, de mint minden jó példa, bármely helyzetben megállja a helyét. Szerintem nem vagyok több 6 évesnél, max 7. És akkor még ugye a legsötétebb, legszürkébb Kádár korban élünk, 70-es évek eleje. És minden héten a televízióban van úgynevezett színházi közvetítés, amikor valamelyik este egy... Minden adott... szerdán egyenes színházi közvetítés volt Váradi György vagy Elbert János jegyzetével születve. Na kérlek szépen. 6-7 éves vagyok, és a Thália Színház Thália Színházból közvetíti a Magyar Televízió a Mário és a Varázsló című darabot. Mário Kozák András, Csipol a szerepében Latonovics Zoltán. És én ott ülök a tévé előtt, egy megveszekedett büdös hangot nem értek az egészből, kisgyerek vagyok. Csak látok a tévében egy alakot, mint később ugye ez világossá válik, és az emlék életre kell. Egy Latinovics Zoltán nevű színészt látok a tévében, kis pöcsös kölökként.
Nem értem, hogy mi történik, de az az ember engem tévén keresztül beleszögez a fotelba. Én félek, rettegek, izzadok, és valami, tudom, hogy valami szörnyű történik, és valami borzasztó fog történni, és egy életre meghatároz engem egy színházi előadás, amit egy tévéből nézek 6 évesen. Én sem zseni nem voltam, sem különleges gyerek nem voltam. Latinovics Zoltán volt a zseni nyilván, meg volt talán valami kor, ami segített, valami közeg, ami segítette befogadni ezt az egészet. Még egy 6 éves kölöknek is. Na, ez nem tudom, hogy hova lett. Emlékszem erre az előadásra, magam is gyerekként láttam ezt, és akkor még nem fogalmazódott meg bennem, de most már bátran kimerem jelenteni, hogy ez az előadás egy világszám volt. Az. Szóval az valami szenzáció, reveláció volt, gyönyörűség volt szemnek, léleknek, szívnek, mindennek. Emlékszem rá, nagyon jól emlékszem rá. Latinovicsra is emlékszem, a fiatal Kozák Andrásra is emlékszem, sőt a mellékszereplőkre is emlékszem. Kautsky Józsefre feltétlenül emlékszem, az ő is játszott benne, meg a nőkre is. És jó visszaemlékez, tehát jó élmény, borzongatóan jó élményem van tőle. Tehát át tudom érezni ezt, amit te érzel. Hát ez valószínű, hogy attól, hogy a televízió más funkciót kezdett el betölteni, és elsősorban nem a művészet közvetítő eszköz, hanem hír közvetítő eszköz, és minden más, és reklám hordozó eszköz, vagy reklám közvetítő eszköz, azt hiszem főleg az. Nem tudom, vizsgálták-e már, hogy mennyi egy tévéműsor idejéből a reklámok mennyit tesznek ki, de gyanítom, hogy többet, mint az eredeti. Gyerekeim műsor. Szokták mondani, hogy a reklámot időnként megszakítják filmmel. Igen, valószínű, hogy nem járnak messze az igazságtól. De az az időszak, akkor még el nem tudtuk képzelni, se én, de valószínű, hogy te sem, hogy egy filmet a legizgalmasabb pillanatban megszakítson egy reklám. Na hát ez, itt elkezdődött valamiféle romlás a meggyőződésem a televízió művészet közvetítő funkcióján. Ez biztos. Remélem nem romlik tovább. 2 perc maradt, úgyhogy nagyon nagy filozófiát most már nem fogunk megbeszélni. Sőt, Thomas Mann-t is hiába készítettem ide, már nem fogom felolvasni azt az idézetet, amit szerettem volna. De legalább szó esett róla. De azt akkor így mindenképpen próbáljunk valami vörös farkat adni ennek a beszélgetésnek, és ne sírva menjünk haza. Akkor te határozottan állítod azt, hogy ha ma egy fiatal gyerek felvételizik a színművészetire, fölveszik, és tele van valószínűleg ugyanúgy álmokkal és vágyakkal és elképzelésekkel, mint ahogy ti voltatok, és bármely gyerek, kamasz, aki művészetet akar csinálni, vagy azt gondolja, hogy művészetet akar befogadni, nyugodt szívvel mondhatjuk neki azt, hogy nincs vége a kultúra jogfolytonosságának? Hát, bátran gyerekek, hajrá! Persze. Van értelme? Mondhatjuk nekik optimistán bele a reménytelenségbe. Jó. Nem mondom, hogy nagyon, természetesen nagyon megvidámítottál, de értem. De egyébként nincs mese. Szóval az, amikor Egervár védőim hányan voltak, és hányan támadtak, és mi lett a vége? Igen, végül is igazad. Inkább kevesebb oroszlán, mint sok nyúl. Így kell neki vágni, mert ez a vár most a haza. Így van. Gyuri, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Részemről a szerencsét. Találkozunk legközelebb Toszkánában. Köszönjük szépen a figyelmüket, jövő héten a szokott időben ismét Bayer Show. Addig is a viszontlátásra.